Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Itt vagyunk a Tesco áruházban, ahogy látjátok, és már zajlik, és egész hétvégén fog majd tartani jótékonysági akciónk, a Gyöngyösi Mátra Lions Klubbal közösen szervezett jótékonysági akciónk, amelynek keretén belül az Ukrajnából Gyöngyösre érkező háborús menekülteknek, illetve a Lions Klub által támogatott hátrányos helyzetűeknek gyűjtünk tartós élelmiszereket egész hétvégén. Nagyon sok minden összegyűlt már, a múlt héten szombaton volt a kezdő akkordja ennek a bizonyos akciónak a Veszprém elleni hazai mérkőzésünkön. És érdemes megemlíteni azt is, hogy kik csatlakoztak ehhez a kampányhoz, ezúton is szeretnénk nekik megköszönni, hogy adományaikkal segítik céljaink elérését. A KSV, a Dead Kickex, a Jászpasztika Autó, a Kedvenc Kereskedőház, a B. Braun, a Hedo, a Magyar Kézilabda Szövetség, a Telekom Veszprém és a PIK Szeged kézilabda csapata. Köszönjük szépen nekik a segítséget! Amikor megtudtam, hogy lesz ez a kezdeményezés, akkor tudtam, hogy azonnal itt a helyem, és részt kell vegyek, és buzdítanom kell Gyöngyös város lakosait, hogy segítsenek, hiszen nagyon messzire el lehet jutni. Amit neked nagyon keves, vagy kicsi, az valakinek nagyon sok, vagy nagyon nagy. Ha van lehetőség, akkor segít. Egyrésztről tehát rendkívül örvendetes, hogy létre tudott jönni egy ilyen akció, egy ekkora összefogás, ennyien segítettek és ennyi minden sikerült segítségként átnyújtani a Gyöngyösre érkező ukrán háborús menekülteknek, illetve a Lions által támogatott rászorulóknak. Viszont én nagyon-nagyon bízok benne, hogy ilyen akcióra ne legyen szükség, ne kelljen a háborúból menekülő emberekkel foglalkozni, és ne kelljen az ő részükre gyűjteni.